Szinte alig használja ki a rendelkezésre álló kapacitását ez az újfehértói szeszfőzde. Korábban a szeptemberi időszakban szinte mozdulni sem lehetett a cefrés hordóktól, most viszont csak néhány tartály áll az udvaron. A tulajdonosok szerint a visszaesés oka leginkább az otthoni és az ellenőrizetlen illegális bérfőzésekből ered. A szabályozatlan otthonfőzés hatására nagyon megcsökkent a főzés, már a tavalyi évben is érzékelhető volt, de az idén sajnos még inkább. Szinte még a tavalyi évnek is a fele körülbelül. Ez valószínű annak tudható be, hogy otthon sokan bejelentés és mindenféle adó nélkül főzik továbbra is a pálinkát. Akár 800 forintért is lefőzik a gyümölcstermelő gazda cefréjét az illegális vállalkozások a Dél-Magyar című lap szerint. Az 50 fokos párlatra a főzés költsége mellett 835 forint lenne a jövedéki adó, és 132 forint a bérfőzés áfája. Bérfőzdében egyébként 86 liter 50 fokos pálinkát állíthatnak elő 1670 forintos adójeggyel. Ez azt jelenti, hogy a jövedéki vonzata 1670 forint literenként. Az e fölötti mennyiségnek egyébként 400 literig főzhetnek, pedig 3300 forint a jövedéki adó vonzata literenként. Magánfőzőként a magánfőzők egyébként 86 litert állíthatnak elő saját használatra, ez azt jelenti, hogy ajándékban nem adhatják ezt a pálinka mennyiséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 73 szeszfőzde üzemel, és 466 darab magánfőző berendezésről van információja a NAV-nak. 2016-ban eddig 142 esetben összesen 2807 darab párlat adójegyet adott ki a megyei igazgatóság.